A megalapozott gyanú szerint az orvos 2023. május 31 és június 20-a között a betegeitől hálapénzt fogadott el a kórházban nyújtott ellátásért, annak ellenére, hogy állami egészségügyi jogviszonyban járt el. A gyanúsítás szerint összesen 41 alkalommal fogadott el betegeitől pénzt. Kutatás során a nyomozók több mint 37 millió forintot, továbbá közel 10 millió forint értékű valutát, mobiltelefonokat, ékszereket, üres és készpénzt tartalmazó borítékokat foglaltak le. A nyomozó hatóság a gyanúsított őrizetbevételéről határozott. A főügyészség a férfi letartóztatását azért indítványozta, mert a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel, amely 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés, alappal lehet tartani szökésétől, elrejtőzésétől, amelynek költségeit a bűncselekményekből szerzett jelentős, részben még felderítetlen vagyonból finanszírozni tudná. A főügyészség álláspontja szerint megalapozottan lehet tartani attól is, hogy a hosszú éveken keresztül vezetőbeosztásban dolgozó orvos a vele beosztottként vagy betegként függő viszonyban álló tanúként kihallgatandó személyeket a vallomástételben jogellenesen befolyásolná. Az orvos által használt irodában mintegy 47 millió forint értékű készpénz került lefoglalásra, ezért alappal feltételezhető, hogy további, a bűncselekményekből származó elrejtett vagyonnal is rendelkezik, amelyet a vagyonelkobzás elől elvonna. A nyomozási bíró az ügyész indítványt elutasította, és a férfit szabadlábra helyezte. A bíróság álláspontja szerint, bár a súlyos bűncselekmények megalapozott gyanúja az orvossal szemben fennáll, a férfi személyi körülményeire figyelemmel nem állapítható meg sem a szökés, sem a bizonyítás megnehezítésének veszélye. A főügyészség a nyomozási bíró döntésével szemben fellebbezést jelentett be, így a kényszerintézkedésről a szolnoki törvényszék fog végleges döntést hozni. A szolnoki törvényszék másodfokon eljáró tanácsa határozatával megváltoztatta az első fokon eljárt nyomozási bíró végzését, és egy hónapra elrendelte annak a szolnoki orvosnak a letartóztatását, aki megalapozottan gyanúsítható 41 rendbeli vesztegetés elfogadásának büntettével. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája 2023. július 19-én meghozott végzésével elutasította az ügyészség arra irányuló indítványát, hogy a gyanúsított letartóztatását elrendelje, egyben a gyanúsított szabadlábra helyezését rendelte el. Az ügyészség két ok miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. Egyrészt, hogy a szökés és elrejtőzés veszélye fennáll. Ezzel kapcsolatban a bíróság álláspontja az volt, hogy a gyanúsított kedvező személyi és családi körülményeire, idős korára és büntetlen előéletére tekintettel nem áll fenn ez a veszély. A másik ok, ami miatt az ügyészség indítványozta a letartóztatás elrendelését, hogy fennáll a bizonyítási eljárás megnehezítésének a veszélye. Ezzel kapcsolatban a nyomozási bíró azt az álláspontot foglalta el, hogy mivel a tegnapi napon a kihallgatásakor a gyanúsított ugyan részletes vallomást nem tett, azonban a gyanúsítás szerint a cselekmények elkövetését elismerte, így a bizonyítás megnehezítésének veszélye sem állapítható meg. A másodfokú bíróság döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.